Szeretettel köszöntök mindenkit ma este Zentán, a Zennek egy újabb előadásán, és indítóként az ilyenségről szeretnék beszélni. Felmerül a szemetekben a kíváncsiság, hogy ugyan milyen az az ilyenség. Hát menjünk vissza a Buddháig, az célszerű, és a megvilágosodott tudat egyik alapvető működéseként írta le a tisztánlátást. És a tisztánlátás rendelkezik egy olyan tulajdonság, hogy mindent úgy lát, ahogy van. Nem nullában vagy egyben, jóban vagy rosszban, szeretem, nem szeretemben, énben vagy nem énben, hanem éppen olyannak, amilyen. És ezt az olyan, amilyen fogalmat hívták úgy szanszkritul, hogy tathatá. Amikor a megvilágosodással hozták összefüggésbe, akkor ez úgy hangzott, hogy búta tathatá. Ez azért jó, mert hogyha szeretnél tovább googlizni rajta, akkor így megtalálod. De igazából nem ez a fontos, hogy mit mond róla a net, hanem az, hogy te mit értesz meg belőle, és hogyan használod. Vegyük például ezt a botot. Akik láttak ilyen hosszú, nagy pátriárkális zenbotokat, azok azt mondják, de rövid, milyen rövid ez a kis botocska. Akik pedig csak ilyen csavarhúzóhoz, vagy egyéb kézi szerszámhoz szoktak, azok azt mondják, hogy de hosszú. Pedig ez a bot, ez nem rövid, nem hosszú, hanem éppen ilyen. A zenben tehát nagyon fontos az, hogy a mi rávetített, projektált kategóriáink nélkül lássuk úgy a dolgokat, ahogy azok valójában vannak. És erre mi képesek vagyunk. Olyannyira, hogy a zen négyféle ilyenségről beszél, azért, hogy ezt megkönnyítse nekünk. Az első az, amikor az ilyenség még nem jelent meg. Röviden, az ilyenség nélkül állapota. Ez azokra az állapotokra, vagy tárgyakra, vagy lényekre jellemző, ahol nincs tudat. Az ember is elkerülhet egy ilyen állapotba, például kómában, vagy egyéb ilyen élet és halál közti állapotban, amikor az érzékszervek nem működnek, a tudat felfogó képessége sem működik, a vegetatív idegrendszer működik, ezért maradunk életben, de egyébként nincs ilyenség. Nem látok, nem tükrözök, nem apercipiálok, ez itt mind ugyanaz. Ilyen állapotban vannak a hegyek, a vizek, a fák, hiszen a fa nem tudja magáról, hogy fa, különben odaszólna a favágónak, hogy ne bántsál. A víz nem tudja magáról, hogy víz, különben odaszólna a tengerésznek, hogy ne szennyezzél be. Tehát, ahol nincs tudat, ott nincs reflexió sem, látás sincs, ilyenség sincs. Tehát ez az első állapot, az ilyenség nélküli állapot. Azután megjelenik a tudat, az emberi tudat, amelyik legyártja az én és a más fogalmát, a jó és a rossz fogalmát, mindazt, amivel ugye benépesítjük a világunkat, mely fogalmi bázis nélkül nem tudnánk fejlődni. Az fontos, hogy a dualisztikus ellentétekre alapozódó fogalmak kialakuljanak az emberben. Ha nem alakul ki, nem növünk föl. Nincs egyéniség, nincs egyfajta önérzet, és nincs később az egóval probléma sem. De ezt nem tudjuk elkerülni, mint emberek. Mit tehetünk hát? Elérkezünk egy olyan pontra, amikor ezek az ellentétek egyé válnak. Tehát meghaladjuk ezeket az ellentéteket, és visszaérünk abba a pontba, ahonnan ezek elindultak. Ezt hívjuk az egyéválás ilyenségének. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Egy picit összerezzentél, de az már egy reakció, egy fiziológiai érzelmi reakció erre a hangra, erre az ütésre. Az azt megelőző pillanat, a tudat gondolkodás előtti pillanata, és ezt hívjuk az egyéválás ilyenségének, amit nem csak ezzel lehet elérni, és nem csak ezen az úton. Minden jó műalkotás ezt hozza létre benned. Azt a fajta mágikus pillanatot, amikor a zene már elhallgatott, de a taps még nem csattant fel, amikor bent vagy egy múzeumban, látod a képet, és még nem elemezted, de már a teljesség érzete eltöltött, amikor ránézel egy szoborra, és a szoborról valami sokkal több néz vissza rád, mint
pusztán a műalkotás esztétikuma. Az egyévválás ilyensége, a második, az rendkívül fontos. Tehát egyszer csak lobbanjon el az a tudat, ami mindent megcímez rövidre, hosszúra, jóra, rosszra, énre és másra, és egyszer csak haladjuk meg a saját énségünket, haladjuk meg a diszkurzív gondolkodást, haladjuk meg a szélsőségekre hajlamos érzelmeket, hogy egy más tudattal és egy tisztább, világosabb tapasztalattal léphessünk tovább. Ezért szükséges az egyévállás. Az EN történetében nem csak botütést használtak rá, hanem néha elkiáltották magukat. Ha! Ugyanaz. És akkor... Vagy pedig egyéb eszközöket alkalmaztak arra, hogy a tudat megálljon, és ne gördítse tovább a saját kis karmikus galacsinját, a sok-sok gondolatát, érzelmét, énségét és a többi. Ennek a jól kidolgozott gyakorlati eszköze a koan, koreaiul kongan. Ezek olyan paradox történetek, amiket konvencionális gondolkodással nem lehet megoldani. Mert akkor mindig átesel aló egyik oldaláról a másikra, majd a másikról vissza az egyikre, és amíg ezt csinálja az ember, addig csak részleges és tökéletlen megoldása van a koannak, mihelyt azonban az egyéválás ilyenségét tapasztalja, a tudata letisztul, mint a tükör, és egészleges, abszolút értékű választ tud adni. Mondok egy példát. Itt van ez a gyönyörűséges pohár víz. Itt van a zenbot. A pohár víz és a zenbot azonos, vagy különböző? Ha azt mondod különböző, akkor nem látod be minden jelenségnek a közös lényegiségét. Ha azt mondod, hogy azonos, akkor nem látod be a formák különbözőségét. Ha azt mondod, hogy azonos és különböző egyszerre, mert okos vagy, akkor duplát hibáztál. Ha azt mondod, hogy nem is azonos és nem is különböző, akkor úgy tűnik, hogy nem követtél el hibát, de még mindig nem oldottad meg a problémát. Miért? Utalás. Ők nincsenek viszonyban. Ő sohasem mondja, hogy vizecske, te tényleg az vagy, mint én. Vagy nagyon nem vagy olyan, mint én. Az emberben merül csak fel ez a probléma, hogy azonos vagyok a másikkal, vagy különbözöm tőle, azonos vagyok-e a világgal, vagy különbözöm tőle. És ezeket a problémákat, hogyha elkezdem itt a kis dualisztikus nullára és egyre tagoló gépezetemmel megoldani, akkor mindig odaesem, hogy azonos, különböző, azonos és különböző, sem azonos, sem különböző. Amíg ezeknek a rabja vagyok, nem fogom meglátni a valóságot, hogy a bot és a víz milyen viszonyban vannak egymással, ha egyáltalán ez érvényes. Látom a szemekből, hogy na, és akkor tényleg? Hát, hölgyeim és uraim, nem fogom megmondani. Azért nem fogom megmondani, mert ez az igazi zen gyakorlóknak a házi feladat. Tehát eljönnek az elvonulásra, gyakorolnak, töredelmesen igyekeznek, napi 8 óra meditáció, és akkor a koan így szépen letisztul. Az a vicc, hogyha elmondanám, se segítene. Miért? Mert nem dolgoztál meg érte. És itt a tisztelt közönség tényleg azt teszi, amit most egy közönségnek tennie kell, hogy figyel és hallgat. Nem várom hát el, hogy ez a megoldás most bejöjjön. Egyszerűen azért nem, mert most nem az a dolgod, hogy ezt megold. Viszont ha rájössz arra, hogy az egyéválás ilyensége nélkül ez nem oldható meg tisztán, abszolút értékűen, akkor ez talán motivációként szolgál arra, hogy egyszer a meditációt is kipróbáld. Miért? Ha megteszed, akkor elérkezhetsz a harmadik ilyenséghez, amit úgy hívunk, hogy az igazság ilyensége. Tehát látod, hogy az ég kék, a fű zöld, a bot barna, az asztal fehér. Minden, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, az mind igazság. Mert úgy látod, ahogy az van. Nem teszed hozzá, hogy a botot szeretem, a terítőtől aggódom, mert munkaigényes és ki kell mosni,
az ég kék, de Úristen ki tudja, meddig már eltakarja a felhő. Tehát nem gyártom rá azokat a gondolat és érzelem rétegeket, amelyel a saját és mások életét meg szoktam nehezíteni. Tehát amikor ez nincs meg, akkor van tisztánlátás. És ezt az egyévvállás után tudom tapasztalni. Az egyévvállás tapasztalata mentesít az illúzióktól, az odavaló visszatérés a tudat tisztaságát biztosítja, és ekkor a harmadik ilyenség, az igazság ilyensége, az tapasztalattá válik. Megint csak Európában ezt hosszú évszázadok óta a művészet képviselte, és ezt hívják katarzisnak. Amikor te megtisztulsz, akkor úgy látod magadat és a világot, ahogy az valójában van. És egy jó színházi előadás után csontig facsarva mész ki, de boldogan. Mert olyat kaptál, olyan reflexiót, olyan elképesztő műélményt, ami nem maradt a szíveden kívül. Hát azért mentél oda, hogy ugye belekerülj. De ez sokkal inkább megtalálható a kreatív művész világban, és aztán a természet tiszta tapasztalatában, semmint valamilyen ortodox vallásban vagy teológiában, menj a világon bárhova. Tehát az ég az csak kék, de az annyira kék, hogy teljesen kitölt. Jó? Meglátod, ahogy a Tisza folyik egy napon, itt fellépsz a híd, és lenézel, és kész. Eltöltött, és az neked a teljesség. És ezt nem lehet leírni. Ezt vagy tapasztaltad, és akkor az igazságban éltél úgy, hogy te nem voltál csak a Tisza, vagy az ég, mert akkor el tudtál tűnni egy kicsit, mint énség. De ehhez az egyéválás kellett, és utána jött az igazság tiszta, tükörszerű, de mégis egyéváló tapasztalata. Enélkül nagyon keveset értettünk meg az életből. Enélkül nagyon keveset tapasztaltunk meg az életből, mert valójában ez a magunkkal való szembenézést is segíti, és a másik ember tisztánlátását. Tehát az egyéválás ilyensége után következő igazság, az igazság ilyensége, az nem pusztán egy műélmény vagy természeti élmény. Az bizony az emberi kapcsolatainkra is áthat, nem marad kívül, és innentől kezdve azt lehet látni, hogy a tisztánlátás az élet minőségének a javítója. Nem pedig valami szükséges, kellemetlenség, hogy ugyan már most akkor pucolgassunk egy kicsit, takarítgassunk egy kicsit. Ha az életed minőségét akarod javítani, akkor bízz abban, hogy a tiszta, egyévvált tudat az tisztán tud látni, és innentől kezdve gyakorold ezt, és figyeld meg, hogy milyen minőségi javulás következik be, abban, amit élsz, abban, amit látsz, abban, amit tapasztalsz. Miért ennyire fontos az igazság talaja? Nem valami morális vagy etikai normát szeretnénk itt előhozni, hogy másoknak teszel az a szívességet, hogyha itt teszel, vagy jó polgár leszel, vagy jó anyuka vagy apuka leszel, ez mind-mind természetes mellékhatása lesz ennek. Az igazság ilyenségének tapasztalata azért ennyire fontos, mert ebben tudsz bízni. És ezáltal válsz megbízhatóvá, és ezáltal tudsz bízni másokban, ha bennük is megláthatod ezt. Ha azt látod, hogy illúziókkal dolgoznak, akkor úgy veszed, hogy illúziókkal táplálnak. Ha az igazságot tapasztalod, akkor az igazságot tapasztalod, mert magadban a kettőt már megkülönböztetted. Már látod azt, hogy mikor élsz illúziókkal, már látod azt, hogy mikor élsz igazsággal. És a világra az igazságot bocsátod ki, az illúziókból pedig kiveszed az energiát, és így egyre tisztább tudattal egyre minőségibb életet tudsz élni. És ez nem könnyű, mert egymásnak nagyon sokszor szeretünk úgy kedvezni, hogy elfogadjuk tőlük igazságként az illúziót. És ezáltal rontunk és romlunk. Tehát hogy lehet együttérzéssel és bölcsességgel az igazságban megmaradni úgy, hogy ez ne fájjon? És a válasz az, hogy az igazság sokszor fájni fog. De hogyha ezzel számot vetettünk, akkor ez a fájdalom előbb-utóbb csökken, mert megszokod. Megszokod, hogy ebben az ilyenségben, az igazság ilyenségében élsz. És megszűnik fájni, mint ahogy egy sporthoz is hozzá tudsz edződni, egy igénybevételhez hozzá tudsz szokni.
és kíváncsi lehetsz arra, hogy mi a negyedik. A negyedik az a cselekvés ilyensége. És ugye ez ne legyen ennyire egyértelmű és egyszerű, ebből kétféle van. Az alanyi és a tárgyi. Példa az elsőre. Ha valaki szomorú, te is szomorkodsz vele együttérzésben, megosztod ezt az érzelmi állapotot, ekkor már az illető nincs egyedül. És ezt a fajta elszigeteltséget, főleg érzelmi oldalon, de néha intellektuális oldalon, felveszed a gondolati nézőpontot, és együtt beszéltek, együtt sétáltok, együtt teszitek mindazt, amit tesztek, csak azért, hogy legyen közösség, megszűnjék az elszigeteltség. Tehát ha valaki boldog, te is boldog vagy, ha valaki szomorkodik, te is szomorkodsz. Ez az alanyi cselekvő ilyenség. És nem gondolsz arra, hogy ez rossz vagy jó, hogy ez neked vagy másnak magasabbat vagy alacsonyabbat jelent. Igen ám, csak hogyha a tárgyi ilyenség nem lenne meg, akkor nem tudnánk valójában segíteni másoknak. Hiszen hogyha valaki éhes, akkor inkább enni adj neki, és ne éhez vele együtt, mert azzal, ha nincs más, azt is meg lehet csinálni, de csak azzal, hogy éhezel valakivel együtt, azzal nem vetted el az éhségét. Ha valaki szomorú, akkor eleinte lehet vele együtt szomorkodni, de próbáld meg megvigasztalni, márpedig ha hagyja, akkor ez sikerül. Ha valaki belezuhan egy gödörbe, akkor ne mellé zuhanjunk puszta együttérzésből, hanem segítsük ki a gödörből. Tehát ez a tárgyi, odaforduló ilyenség, az alanyi egyéváló ilyenséget kiegészítve, nem ezzel szemben, hanem azt kiegészítve. Most az igazi művészet az, hogy megkülönböztest pillanatról pillanatra, hogy melyikre van szükség. Elég-e megmaradni az egyéválás ilyenségében, az igazság ilyenségében, vagy cselekvésre van szükség? És ha igen, akkor milyen cselekvésre? Az alanyi egyéválóra, vagy pedig a tárgyi odafordulóra? Nagyon sokszor, főleg gyereknevelés alatt ez egy óriási kérdés, hogy a gyereknek éppen mire van szüksége. És ez koronként, néha kultúránként és családonként változik. Hogyha így megnézed, ezt a valóságot, amiben élünk, a hibák nagy része ott kezdődik, hogy nem éltük át az egyéválás egységes és tiszta tapasztalatát, nem láttuk meg az igazságot magunkban, másokban és a világban, és amikor cselekedtünk, akkor az alanyi helyett a tárgyit választottuk sokszor, és a tárgyi helyett az alanyit. Tehát nagyon sokszor együtt hallgatni mással sokkal gyógyítóbb, mint állandóan vitatkozni, beszélgetni valamiről, amit nem lehet megbeszélni, tehát arról hallgatni kell. És vannak olyan dolgok, amikről állandóan hallgatunk, gondolván, hogy az majd elmúlik, pedig elég lenne 5 perc világos beszélgetés, és akkor annak a dolognak a méregfogát ki lehetne venni. Amikor ezek nem működnek, akkor át szoktunk menni kétféle játékba. Az ember egy játékos lény, homo ludens, és szeretünk játszani. De ha a játékból játszmák lesznek, akkor az nagyon-nagyon elkeserítő és minőségrontó szenvedésteli dolgokat tud eredményezni. Az első játéktípus a dráma. Tehát úgy drámázok, hogy a másiknak ez hirtelen ilyen tragikus érzést keltsen, hogy velem baj van, hogy én itt el fogok pusztulni, hogy én szenvedek, stb. De valójában nem a helyzetből következik ez, hanem a véleményalkotásomból. Hát meg kell különböztetni a helyzetet és a ráadott véleményt. Emlékszünk az igazságra? Itt már nagyon-nagyon komoly. Itt már nagyon-nagyon komoly haszna van az igazság ilyenségének, mert látod, hogy mi az, ami illúzió, és rá van rakva a véleményből, és mi az, ami tény. Csak a drámából hirtelen lesz egy nagyon kiegyensúlyozott, világos, de érzelemteli párbeszéd, vagy éppen kölcsönhatás. A másik szélsőség a vígjáték, hogy elblitzelem, hogy csak nevetek rajta, hogy csak viccelek. És innentől kezdve az egészet megpróbálom elkönnyíteni,
holott nem viccelni és nevetni kéne rajta és a hátam mögé hajítani, mert megint szembe fog jönni. És ugye a dráma az nehéz és kőkemény, és szívünk szakad bele. A vicc pedig röpül, mint a madár, és nevetünk, és jók vagyunk, és vidámak vagyunk, és megpróbáljuk így ugye elhárítani ezt. Tehát a drámai és a komédiú, a drámai és a komédiai szélsőséget, ezt így közös fogalommal elhárító mechanizmusnak hívjuk, és ezek nem működnek. Ezek nem működnek, mert a probléma, hogyha nem oldottad meg, az visszatér. És honnan tudod, hogy nem oldottál meg egy problémát? Abból, hogy visszatér. Ha megoldottad, akkor ez nem tér vissza. Jó? Végül a két szélsőség mellé szeretnék egy tengelyt felvázolni. Tehát, hogyha a dráma volt ez, és a komédia volt ez, akkor most szeretném szépen vertikálisan egy másik erővonalat elképzelni, ez pedig a teljes autokrácia, tehát hogy én mondom meg, hogy mi van, hogy a teljes demokrácia, hogy mindenki egyenlő, és mindenki egyenlő értékű szavazattal rendelkezik, és mindenkinek mindenben van beleszólása. Amikor látom az igazságot, és fel tudom mérni, hogy milyen típusú cselekvésre van szükség, akkor egyensúlyt teremtek az autokrácia és a demokrácia között. Egyik sem jó önmagában, amikor a szélsőségekig elvisszük, és minden autokrata társadalomban van csoportos tevékenység, még döntéshozatalban is, és minden demokráciában van hierarchia. Ez azért fontos, mert már a családnál néha nem világos, hogy ki mit csinál, és ki kire hallgat, és ki kivel vitatkozhat bizonyos helyzetekben, és mikor van az, hogy apjuk odajön, vagy anyjuk, azt mondja, hogy elég volt, most ez van. Kész. Eddig szavaztál, most már nem. Vagy pedig az van, hogy elengedtük a gyeplőt, mindenki azt csinál, amit akar, mindenki azt mond, amit akar, mindenki tekintetbe veszünk, meghallgattunk, lehet magyarázkodni, indokolni, van rá idő, egyebek. És ez azért fontos, mert a négyféle ilyenség fényében mindig lehet látni, hogy az adott pillanatban mi az igazság, és milyen cselekvésre van szükség. És hogyha tényleg arra van szükség, hogy egy valaki megvétózzon egy egész ugye, tömeget, akkor azt kell csinálni, mert az oldja meg a problémát. Ha pedig arra van szükség, hogy egy tömeg vétózzon meg egy szemét, akkor meg az következik be, mert az oldja meg a problémát. Az igazi probléma ezzel nem az, hogy kivitelezhető egyik vagy másik, hanem hogy létezik-e közös platform, aminek a segítségével mi ezt tisztán látjuk, és egyet tudunk benne érteni. Mert úgy tűnik, hogy ez a platform, ez nincs meg. Tehát az emberek fele azt mondja, hogy legyen autokrata, a másik fele azt mondja, hogy legyen demokrata. Utána megfordul ez az egész, eltelik 25 év, és teljesen visszájára fordul az egész, és aki addig ezt mondta, hogy demokrata, abból lesz az autokrata, és viszont. Tehát ne tegyük ki egymást ezeknek a nagyon-nagyon komoly, de valójában komédiai, vagy pedig drámai változásoknak, mert ez a kétféle játék érvényesül. Jó? Kinek van kérdése? Bármilyen. Jó, tehát említetted a művészetet, meg a művésznek az alkotás közbeni tudatállapotát. És a befogadóját is, igen. És azt szeretném kérdezni, hogy az ihlet az akkor egy olyan tudatállapot, amikor az igazságot vagy a természetet megtapasztaljuk, tehát azonosulunk, hogy az egy teljesen más dolog lehet. Nézd, ez egy nagyon különleges élmény. Az ihletettséggel való ilyen rövid ismerettségem során az derült ki, hogy a benned lévő művészi potenciál legyen az akármilyen szinten és akármilyen művészi ágban, az akkor fölötted átveszi az uralmat. Benned megszületik a vers, vagy a kép, vagy a film, vagy a szobor, vagy a festmény, és elkezd benned működni, és akkor, ha ez egy tényleg igazi ihlet, akkor te nem vagy, akkor te megszűntél. És az ihlet átveszi azt a szerepet, amit a görögök a múzsáknak, vagy daimonoknak, vagy bármiféle ilyen égi inspirációnak tudtak be, még filozófusok is, hát Szókratész, hát ő egy daimontól kapott felhatalmazást arra, hogy, stb. És amikor ez az ihlet elkezd így
szakszóval funkcionálisan autonóm lenni, akkor elér egy kritikus tömeget, ez Rilkénél 10 év volt, és akkor elkezdesz alkotni. Tehát az a fontos, hogy benned ez a folyamat elinduljon, mert ez az én élményt legyőzi, ez egy valami sokkal magasztosabb, gyönyörűbb, nagyobb ennél. És hát Handel írta ugye az oratórium aljára, hogy Isten adta. És nem tudni, hogy pontosan honnan és milyen forrásból jött, de belőle, mint Friedrich Handelből biztos, hogy nem, mert ahhoz még egy zeneszerző is kevés. Ő csak az eszköz. Tehát az ihlet az egy olyan állapot, amikor kreatíve megtapasztalod az éntelenség tudatállapotát, és ez objektiválható, hiszen megszületik a műalkotás. Na most, ha ez olyan, hogy tényleg egy nagyon magas szintű tudatállapotból született, akkor ez a műélménynél a befogadóban ismét megszületik. Na ez a mágia. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki írta, nem tudom, hogy mikor, nem tudom, hogy hogyan, de egyé válok vele, és én, mint egyén megszűntem, és valami sokkal nagyobbnak az élménye van meg. Tehát a világgal való teljes egyéválás élménye van meg, ahogy a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. Aztán függöny le, vastaps és vissza, aztán vasfüggöny, utána kiléptél a színházba, és akkor megint egy ilyen kis cseppecskének érzed magad, aki a villamoson ott izzad. Érted? És ekkor van az ihlet nélküli állapot, vagy a műélmény az elragadtatás nélküli állapot, ami megint egy ilyen hiányérzetet, egyfajta frusztrációt vagy szenvedést kelt az emberben, hogy miért nem lehetett ezt megtartani? Azért nem, mert ez nem úgy működik. Tehát a görögségnél volt egy ilyen szakszó az esztétikában, hogy Tauma Zein, csodálkozni. És ezt rosszul az aha élményre fordították le, tehát a Tauma Zein az sokkal, de sokkal mélyebbet jelentett. Csak hogy aha, nem erről szó. De amikor rácsodálkozol, akkor megint csak te, mint egyén megszűntél, és így rácsodálkozol arra, ami éppen előtted van. Úgyhogy, ha tényleg az ihlet gyönyörűséges művészi formát ölt, akkor az a forma ugyanezt, vagy nagyon hasonló állapotot tud a befogadóban létrehozni. Ezért ennyire értékes. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? De ha ez csak egy pillanatnyi állapot, mert többé, mint valószínű, hogy ez nem tart fél napig, akkor mennyivel visz közelébb a megismeréshöz, hogy miből áll ez a világ, vagy csak egy pillanatra szerzett örömöt, aztán várhatok, mire egy ugyanilyen valamivel találkozom. Milyen hosszú egy pillanat? Hát addig még az az tudat állapot tart. Meddig tart? Egy pillanat. Addig tart, amíg ki nem lépünk belőle. Amikor az ember ebben a pillanatban benne van, az azért annyira magas rendű, mert megszűnik az egyénnek az az időélménye, amitől belül ketyeg az óra. Akkor az idő megáll. És hogyha végtelenné tágul, akkor egy teljességélmény van, és nem pedig az, hogy meddig tart a pillanat. Ugyanígy az erre adott érzelmi reakció is már csak egy reakció. Az öröm nem egyenlő ezzel. Az öröm az valahonnan jött. És ez a pillanat nem egyenlő a ráadott reakcióval. Mint hogy a megvilágosodás tapasztalata nem egyenlő a dharma örömével. Az már egy ráadott reakció. Úgyhogy nem tudjuk, hogy meddig tarthat ez az állapot. De az emberek elképesztő munkát tudnak abba belefektetni, hogy oda visszatérjenek. És ez az a munka, amit részint meditációnak, részint kreativitásnak, helyes életvitelnek, helyes hozzáállásnak, ilyeneknek mondunk, azért, hogy ez az ilyenség ismét a miénk legyen. És el lehet jutni odáig, hogy már nem is lép ki az ember ebből az állapotból,
még hogyha nagyon bögdösik, akkor sem. És az jó, hogy mindig az ember ebben az állapotban? Nem lehet tudni. A külső szemlélő azt mond róla, amit akar, a belső pedig már nem mond róla semmit, mert felesleges véleményezni. Ha véleményezni, akkor rögtön ki is esne belőle. Azt szeretném megkérdezni, hogy a hétköznapokban otthon, mikor meditálunk, hogy mennyi az az idő, amit meditálással tölthetünk, vagy vannak ilyen meditációs zenék, hogy mennyit jó ezt hallgatni, hogy ezt mindenki érzi, hogy mennyire van szüksége, tehát hogy át lehet-e billenni, mondjuk, hogy csak egész nap meditáló zenéket hallgat, és úgy érzi jól magát. Elmondom egy hongkongi tapasztalatomat. Nagyon sok kínai buddhista van, legalábbis 17 évvel ezelőtt még volt, remélem ma is sok van. A tiszta föld buddhizmusnak van rengeteg tantétele, ez már vallás, tehát itt már nagyon komoly dogmatika van, és az az egyik fontos tantétele, hogyha az Amitabha Buddha mantrát recitáljuk akkor, amikor távozunk a testből, tehát a halál pillanatában, akkor egész biztos, hogy a tiszta földre jutunk, és az újraszületés kényszere megszűnik, és a szamszárikus körforgás ellobban, stb. Stb. És volt az ottani zenközpont szomszédságában, ahol nagyon kicsi lakások vannak, egy ilyen nagyon vékony, vaságyal együtt 45 kiló csontig soványodott emberke, aki megvett körülbelül egy ekkora ilyen kis csipet, elemeset, aminek volt egy ilyen fejhallgató kimenete, és az elem az nagyon sokáig bírta, és napi 24 órán keresztül a csipbe égetett Námo Amitabhul mantrát hallgatta. Munkája már nem sok volt, és ilyenkor az ember, hogyha ezt hallgatja, és így tényleg csak erre a dallamra áll rá, akkor olyan túl sok igénye sem marad. És az ottani buddhisták mondták, hogy szegény. Tehát nem erre a meditációra gondolunk. A meditációnak van egy olyan formája, amit reggel, este, délben lehet gyakorolni, ezt hívjuk formális meditációnak, amikor nagyon világossá válik, hogy mi a pohár és mi a víz. Mi a test, mi a lélek, mi a tudat? Erre jó a formális meditáció, mert nagyon világos az, hogy a test ül, a lélekben mennek a folyamatok, és a tudat meglát. Most ebből amennyi belefér. Ha 30 perc fér bele, akkor annyi, ha 20 perc, akkor annyi, ha 3 óra, akkor annyi. Ha pedig még több, akkor még jobb, de igazából attól lesz ez az egész hatékony, hogyha át tudjuk vinni a mindennapi életbe, úgyhogy már informálisan is megy. Tehát, hogy ez a víz akkor is benne marad a pohárban, hogyha dupla szaltot csinálunk vele. A tudat akkor is tiszta marad, hogyha 8 óránk van az iskolában, és vezettünk 600 kilométert, és vitatkoztak velünk fél órát, és 3-4 nagyon csúnya telefont kellett meghallgatnom, 20 darab ajánlott levelet küldenem, és fogadnom, és felbontanom, és stb. Tehát ott tartsuk meg ezt a tiszta tudatot, ott lássuk a világot ilyennek, és nem másnak. És az okozatiság teljes látása nemhogy belefér, hanem szükségeltetik mindehez. Tehát akkor ne gondoljunk jóra és rosszra, amikor nagyon kemény válsághelyzetben vagyunk, vagy nagyon komoly feladatokat kell megoldani. Ez az igazi teszt. Úgyhogy ilyen formán a meditációnak van formális és informális része, az, hogy mennyi zenét hallgatsz, lelkem, az teljesen a te dolgod, de a zene önmagában nem fog se osztani, se szorozni. A lélekben végbe menő változás, az igen. Tehát ami a lélekben végbe megy, mint változás, amit a tudat végig kísér, és látod, és látod, és látod, és egy új irány lesz a tied. Másképp cselekszel, másképp beszélsz, másképp gondolkodsz, másképp formálsz érzelmeket. Na most ez az, ami számít, és ugye ezt nagyjából milyen formalitással, milyen mértékben, egyéb eszközök, ez teljesen mindegy. Jó? Köszönöm. Szívesen. Csíkszentmihályi Mihálynak van egy olyan elmélete, a flow elmélet, ami arról szól, hogy akkor boldog az ember, hogy a pszichológusok nem olyan foglalkoztak a boldogsággal, és azt mondja, hogy akkor boldog az ember,
hogyha ebbe a flow állapotba kerül, így megpróbált könnyében taglalni, és úgy részletezte, hogy a flow állapot az, amikor a cselekedeteinkben teljesen átlátjuk az egész folyamatot, és megszűnünk létezni, és azt mondta, hogy ezt a leghétköznapibb tevékenységeinkben is át tudjuk élni, hogy erre kell törekedni. Tehát például egy vezetés során is ez a flow állapot elő szokott idéződni, vagy egy főzés során, és hogy szeretném megkérdezni, hogy akkor ennek mennyiben van köze ahhoz, amit az előadásban hallhattunk. Szeretnék az íróval eltölteni egy kis időt, egy kis teát elfogyasztani, és akkor tudok erről nyilatkozni, pusztán a szavak által nem. Tehát van flow elmélet, van különböző pszichológiai iskola, egyebek, de hogy tényleg a hullámhosszak hogy találkoznak, és hogy ő mit értett alatta, én mit látok benne, személyes találkozás nélkül, hogy bele ne nézzek abba a könyvbe legalább, de inkább a kettőt együtt, annélkül nem lehet hitelesen mondani semmit se róla. Az, hogy neked mit jelent ez, és hogy a zennel hogyan hozod összefüggésbe, az teljesen a te szellemi fejlődésednek az egyik állapota és állomása. Tehát ne rám várj, hogy véleményt mondjak róla, hanem én a leghitelesebben próbálom a zen tanítani, ebből is van egy élményed, elolvasod ezt a könyvet, esetleg van valami csapat és közösség, akik erről beszélnek, esetleg gyakorolják, ott is van tapasztalatod, és akkor meglátod így két szögből, hogy hogy néz ez ki. Jó? Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Nem értem ezt az ilyenség igazságát. Nem értem, hogy hogy tudom én azt megérteni, vagy megtapasztalni. Tapasztalni igen, megérteni nem. Ha már a megértést rágyártod, akkor a kognitív intelligenciával darabokra fogod törni. Kimész ide a határba. Olyan fekete föld van, vagy ilyen jó kis zsíros föld van zent a határában, hogy repes a szívem, amikor meglátom. Bármilyen állapotában, ilyen szántás, vetés, borona, betakarítás, teljesen mindegy. Olyan jó föld van. Kimész oda, és ránézel erre a barázdára. És van valamilyen gyönyörűséges, megelégedett érzésed, hogy a világban most minden a helyén van, mert egy ilyen földet láttál. Most ezt nem lehet érteni. Oda rakják eléd azt, hogy milyen kémiai tartalma van, milyen baktérium, milyen termés, milyen ez, milyen ez. Ilyen könyvet lehet róla írni, csak annyira, hogy mennyi nitrogén van benne. És mindezt nem tudja az ember, csak oda megy, és tapasztalja azt, hogy milyen az a termőföld előtte. A régiek meg is ízlelték a talajt, hogy milyen íze van. Úgyhogy nagy rész leírhatatlan, és ez így jó. Nem megérteni akarjuk. A megértésből így, ilyen szinten az igazság ilyensége, hogy az egyévválás nem tapasztalható meg. A megértés elvisz egy bizonyos fokig, de utána közvetlen tapasztalattal kell tovább menni. Ahogy a térkép után a tájra kell koncentrálni. Ahogy a szakácskönyv után a főzésre kell koncentrálni. Jó? A személyes kapcsolatokba ezt az ilyenség igazságát, ezt hogy tudom beletenni? Na, itt ugrik a majom a vízbe. Tehát amikor a pároddal el kell játszani azt a nagyon komoly dolgot, hogy én ilyennek látlak. És viseljem el, hogy ő meg ilyennek lát. És az én képem, és az ő rólam alkotott képe néha annyira nem egyezik, hogy ez valami páratlan. És türelemmel szépen oda tenni azt, hogy ilyen, és nem ilyen. És nem azt mondja, hogy rossz vagy, vagy jó vagy, legyezgettél egy kicsit, jaj, de jó vagy, jókat mondtál róla. Rossz vagy. Tehát nem a jóval és a rosszal kéne foglalkozni, hanem azt nézni, hogy milyen felületről verődött az vissza, az az ilyenség. Miért lát úgy engem, ahogy lát? És szépen tagonként, ahol úgy érzem, hogy ez nincs így, visszaalakítani azzá, amit én igaznak érzek, aztán az oda megy, megint, és ez pillanatok alatt lezajlik, hogyha azonos platformon vagyunk, magyarul, hogy nem minősítsük egymást különböző jelzőkkel, hanem nézzük meg, hogy valójában mi a helyzet a lélekben belül. Tehát, hogyha nem jónak, rossznak, barátnak, ellenségnek minősítem a másikat, tehát kilépek ezekből a hagyományosan fölvett társadalmi szerepekből és nézőpontokból, hanem közvetlenül rálátok a lélekre, enyémre és a másikra. És őszintén a szemében nézve azt mondom, hogy ez nincs így, ezt nem tudom elhinni.
akkor előbb-utóbb kialakul valami, ami akár szavak nélkül, de elvezet egy megoldáshoz. Úgyhogy a párkapcsolat az egyik legnagyobb ilyenségtréning, mert szinte soha nem látjuk úgy a másikat, ahogy ő valójában van, és vice versa, hanem hagyjuk, hogy egymás véleményei érvényesüljenek, mert az talán jobb lesz, mint az igazság. És ebben nagyon-nagyon komolyan megalapozott kapcsolatok tudnak belebukni. Tehát egyszer csak eltűnik a közös platform, csak vélemények maradnak, ellentétekre szakadtunk, és ez pont olyan, mint amikor a rajzfilmben a kis kacsa így végigrohan a fensíkon, szakadék szélén túl még pár lépés, és akkor így rád néz, tehát kiszaladt alólunk az igazság, és csak a vélemény maradt. És vége. Tehát vagy vissza tudunk menni oda, hogy őszintén és tisztán látunk, és ezt elfogadjuk a másiktól, úgyhogy aztán változtatásokkal együtt visszaküldjük, hogy aztán visszakapjuk az ő változtatásával. Ez egy dinamikus dolog, és szépen az ember reflexió, tak, tak, tak. Ez kőkemény. Na de, mondta azt valaki az ember életére, hogy könnyű és problémamentes? Hát ugye nem. Na ezzel inkább érdemesebb foglalkozni, hogy egymáshoz vágunk különböző mellékneveket, aztán meg a konyhai berendezést. Hogy mondjuk így a személyes kapcsolatokba. Itt is én megtapasztalhatom az ő ilyenségének az igazságát, vagy csak ő elmondja. Csak is tapasztalatra hagyatkozzunk, beleértve azt, amit ő mond. És nézzük meg, hogy különbözik, vagy azonos, vagy mennyiben azonos. És persze ez involválja azt, hogy azért magunkon is elég sokat kell dolgozni ahhoz, hogy a mi integritásunk, a mi egészleges, tiszta tudatunk az is a helyén legyen. Tehát ez nem megy, hogy majd én megmondom. Ez vissza is jön. Jó? Ez az anyagi síkon való történés az összes, amire most szó van. Ember közt. Miért köllebbe annyit foglalkozni, ha van halál, kezdődik az élet előrű, és mikor van ennek az egésznek, az lenne a kérdés, mikor van vége? Hát csak akkor tudjuk ezt bevégezni, ha megtaláljuk azt a pontot, ahol elkezdődött. Na most, ha itt rögtön látom, hogy elment a távoli múltba a szempillantás, nem ott van. Mint ahogy a bevégzés sem a jövőben van. Jemánc útra azt mondja, a múltra, jelenre és jövőre szakított tudat nem érheti el a felébredést. Tehát nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy a múlt, a jelen és a jövő mind ebben a pillanatban összpontosul. Az anyagi világból nézve, a háromdimenziós térből és az egydimenziós időből szemlélve, ennek van linearitása, kiterjedése, az okozatiság megjelenik. Valójában ez nem így van. Valójában ebben a pillanatban minden kezdődik, minden végződik, minden megtörténik, és semmi sem történik. Ezt így emberi nyelven egy mondattal nem lehet hitelesen elmondani. Ettől kapnak idegbajt a kvantumfizikusok. Nem csak azért, mert ez úgy nagyon-nagyon így van mikroszinten, hogyha leáskálok oda, hanem még matematikai formát is kéne neki adni azzal a nagyon sok egyenlettel, amit én soha nem értettem. Tehát ez a fajta közelítés, hogy a kezdet és a vég hol találkozik, a sok-sok kimenetel és a sok-sok variáció hol találkozik, a sok-sok okozatiság hol találkozik, a válasz az, hogy ez csak is ebben a pillanatban van. A tudatnak az itt és most ságában van. A tudatnak az ilyenségében van. És hogyha az egyéválás ilyenségét megtapasztalom, akkor azt is megtapasztalom, hogy a tudat hogyan kezd és végez dolgokat. Tehát ne várjunk a nagy kozmikus villanykapcsolóra, akkor egyszer csak így futj, és vége. Mert nem így keletkezett. Azt magunkban kell tapasztalni, hogy a bennünk lévő érzelmek, gondolatok, cselekedetek hogyan keletkeznek. És akkor, ha ezt tapasztalom, akkor be is tudom azt végezni. De adok egy kicsit más nézőpontot még ehhez képest is.
ha csak saját magamnak szeretnék azzal örömet szerezni, hogy több életet nem élek, ezzel nem oldottam meg a körülöttem lévők problémáját. Tehát, ha én megtaláltam azt a kozmikus vészkijáratot, amin keresztül már elkerülöm a születés és halál kényszerű körforgását, akkor még a szeretteim még mindig itt vannak. Tehát őértük nem kéne visszajönni? Na, ez a mahaján, amikor visszajössz. Úgyhogy ne azon fondorkodjunk, hogy nem kéne már újra születni. Mert már több százszor megcsináltuk, és nézd, mi lett belőle, mindig meghaltunk a végén. Tehát nem ez lenne a megoldás. Az a megoldás, hogy ha visszajössz, miért jössz vissza? Magadért? Azért, hogy megint csak kinyírjuk egymást haraggal, kabzsisággal, téves nézetek özönéve, ezért jövünk vissza, vagy azért, hogy felébredjünk, és másokat is segítsünk a felébredés felé. Na, ez nem mindegy. Az, hogy megszületünk újra, vagy sem, ez ténykérdés. Tehát, hogy ha van karma, akkor az hoz minket, ha nincs karma, akkor nem. Ha választasz magadnak karmát, akkor az lesz. Tehát az igazi kérdés az, hogy hol és mikor nyerem vissza a választási lehetőséget. Az eredeti emberi döntésképességet. Na, annál jobb gyakorló tér, mint ez a földi élet, nincs. Iszonyatosan nehezített a pálya. Jó? Tehát van egy értelmünk, amely legyárt egy trillió gondolatot, van érzelmünk, ami ezt szépen színezi, felfűti, lehűti, van beszédünk, ami ezt megpróbálja artikulálni, és rájön, hogy egy idő után akármilyen jó fogalmaz nem megy. Vannak cselekedeteink, amelyek néha teljesen másfele mennek, mint a gondolatok meg az érzelmek, beszédről nem is beszélve, úgyhogy fel van adva a lecke. A saját tapasztalat, harmadik infarkt, második bent fekszek a kórházba, 5 évre rá az első után, és 7 napra, este 10 órakor rosszul vagyok, szólok az ápolónőnek, mert már akkor szabad volt sétálni, hogy rosszul vagyok, rögtön levissza az infúzió, mindent hívja az orvost, és akkora mellkasi fájdalmak voltak, hogy mikor hanyat feküdtem, azt hittem szédúra. Fölülök, sokkal könnyebben, fájdalommentesebben tudtam elviselni. Az ápolónő meglát, rögtön ledönt, azt mondja, így, mert hát őtet az orvosok majd lecseszik, meg mit tudom én. De mondom, így nem bírom elviselni. Akkor adott ilyen fájdalomcsillapító, de az se hatott semmi. És ez úgy kezdődött, mint a kapcsolót, mikor így megnyomták. Egyszer csak érzem, hú, de nagy a nyomás, és onnantól kezdve. 10 óra után, másnap délelőtt, szóval este 10-től másnap 10 óra után, mintha valaki megnyomta volna, megszűnt minden. Reggel megvolt a vizit, még akkor baj volt, utána megszűnt minden, fölülök, megszűnik minden. És csak tiszta tudat, a testet már nem éreztem abszolút, tiszta tudat vagyok. Csak ennyi volt. Hogy létezem. Akkor, hogy mennyi ideig tartott, nem tudom, mintha hátra csúsztam volna egy kicsit valahol, és látom, mint egy szappanbuborék. Abban a pillanatban tudtam, na ez a fizikai testem, bal oldalt, meg egy ilyen 3 ágú, mint a trafójele az elektrotechnikába, ami színeket változtatott. És jé, milyen érdekes, csak figyelem, vagyis tudatban volt, nem éreztem én sem. Ahogy arra kezdtem nézni, egyszer ilyen, mint a mély zümmögés hang elkezdett jönni, és akkor energiával, hogy abban az állapotban, amikor se test nem volt semmi, csak tudatában voltam az egésznek, egyszerűen megszűnt minden. Utána? Utána, hogy mennyi időt tűnt el, nem tudom, sötétség minden, vissza, és onnantól kezdve nem volt. Jó, 2 fázisa van ennek. Az egyik a fájdalmas rész. A fájdalmas rész az egy nagyon komoly tudatalatti tartalom megjelenése volt, és ez nem jelent meg filmként a tudatban.
ahhoz hasonlít, mint amikor nem nézem a filmet, hanem az egész filmes dobozt hozzám vágják. Ugyanúgy elért, csak másképp tapasztaltam. És ez a szigony és szín, és hasonlók, ez egy testen kívüli élmény volt, és a testen kívüli élmény az azzal zárult, hogy visszatért a testbe. Ha nem, akkor elköszönés, viszontlátásra. Ez annak az üzenete, hogy mi jön akkor, amikor tényleg elhagyjuk a testet, de ez csak a nyitánynak az első pár taktusa, ami után még ki lehet menni az operaházból. Magyarul vissza lehet térni az életbe. Úgyhogy ez a fajta realitás, főleg az elején, a testen kívüli realitás, az mindenki számára más. De hogy haladunk előre ezen az úton, mert egyszer haladni fogunk ezen az úton is, akármit csinálunk ebben a testben, egyszer kilépünk belőle, úgy egyre inkább hasonlóvá válik. És visszatérünk egy olyasféle állapotba, amely nagyon nagy részt közös. Szintén karma függő, mert minden karma függő, de hogyha megnézzük a halál közeli élményeket, amiről már külön könyvtárnyi irodalom van, akkor azok az elején kicsit mások, és utána pedig felvesznek egy közös formát, egy közös morfológiát, hogy ez az ember mit él át. És ez ízelítő volt, egyfajta kóstoló, és a legnagyobb üzenete ennek az, hogy nem kell félni. Semmitől nem kell félni. De ez nem elmébe dönti el az ember, hanem ez így jön. Tehát vagy megvan a tapasztalat, vagy nincs. És semmi mástól nem szoktunk úgy félni, mint a tapasztalat hiányától. Teljesen felesleges félni tőle, vagy valami speciálisat várni tőle, ugyanis a törvények ugyanazok testen kívül is, és testen belül is. Az élet állapotában is, és a születetlenség állapotában is. A halált azt nem tenném mellé, mert az egy ilyen nagyon ilyen kis nagykaszás, félelmetes, ladikos, pénzérmés ugye, állapot, és ehhez rengeteg kényszerképzet és téves nézet kapcsolódik. És általában ettől félni szoktunk, pont a ráadott művészi, érzelmi, gondolati reflexiók miatt, amely nagyrészt az ismeretlenségből fakad. Van a megvilágosodott tudatnak egy olyasféle állapota, amikor tapasztalja a testen kívüliséget, és visszajön. Vannak, akik enélkül tisztulnak le, vannak, akik ezzel együtt tisztulnak le, de az eredmény mind ugyanaz, hogy átlátják azt, hogy testen belül és testen kívül ugyanúgy működik minden, egyetlen nagy különbséggel, az egyik állapotban van test, a másiknál nincs. Minden egyéb különbség ebből következik. És hát erről csak tapasztalati úton lehet bármit mondani. Úgyhogy ez megint... Végül is nem lehet. Érzékeltetni valamit belőle lehet, talán inspirálhat ez embereket arra, hogy mélyen magukba nézzenek, és ne közvetlenül keressük ezt az élményt, hiszen ez mellékhatása volt valami nagyobbnak. És ezzel a mellékhatással nem, hogy együtt kell tudnunk élni, hanem meg kellene látni, hogy ez mire jó. Nagyon kevésre jó ahhoz képest, hogy az ember mennyi mindenre vágyik. De arra jó, hogy elvegye a félelmet, arra jó, hogy ízelítőt adjon abból, ami következik, és arra is jó, hogy az ember komolyan vegye az életét, hiszen amilyen irányvételt követett ebben az életben, az folytatódni fog. Hiszen a test vész el, és a tudat, illetve a lélek pedig nem. Na most, hogyha te ebben az életedben, a lélekben kijelöltél bizonyos irányokat, akkor ezt te folytatni fogod, akár járművel, akár gyalog. Ezért vigyázunk, miben hiszünk, mit mondunk, mit cselekszünk, mit gondolunk, hogyan érzünk, mert ezek a karmikus tendenciák, szanszkritus szamszkárák, ezek szépen visznek minket tovább. Ha azonosulsz vele, akkor ez vagy te. Ha rálátsz, és megszűnik az azonosulás tudata, akkor ez a látás vagy te. Ekkor vagy olyan helyzetben, hogy választhatsz. Jó? Én szeretnék az ürességről kérdezni, és a felejtésről. Mert nagyon sokszor olyan állapotban vagyok, hogy úgy érzem, hogy a fejemben nincs semmi, és fogalmam nincs, hogy hol vagyok, meg mit csinálok. Aztán pedig, mikor úgy észbe kapok, akkor az van, hogy elfelejtek mindent. És ez évek óta van, és nem emlékszek semmire. Van, hogy a
5 perc előtti dolog, nem emlékszek. Nagyon-nagyon felejtek. Ez most jó vagy, vagy ez micsoda, vagy ez probléma, vagy gond. Nem tudom. Mit kérdeztél? Tehát mind a kettőt kérted, az ürességet és a felejtést, mindegyikre választ kaptál. Pihenned kell. Igen. És mentálisan pihenned kell. Sokat jár. De üresben jár. Hát igen, úgy gondoltam, igen. Az azt jelenti, hogy feleslegesen, az olyan problémákat forgat gondolatilag, amiket nem gondolattal oldasz meg, vagy olyanon pörgeted az érzelmi masinát, amit nem érzelemmel oldasz meg. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy megállítod a mókuskereket csak annyiban, hogy kívül nem cselekszel, kívülre nem beszélsz. Ez az első. Uh-huh. És akkor a gondolkodás és az érzelem az vissza tud térni egy olyan pontba, ahonnan az jött. És ennek a technikája az úgynevezett kérdés. A nagy kérdés, hogy mi ez? Honnan jön? Mi ez? Honnan jön? És mint egy radarjel így szépen megy. Mi ez? Honnan jön? Mi ez? Honnan jön? És ezt nagyon nyugodtan, nagyon világosan fölteszed magadnak, közben figyeled a lélegzetedet. Ez a meditációnak egy nagyon világos és egyértelmű formája. És ennek az egyik eredménye az lesz többek közt, hogy azt az energiát, amivel te kényszerűen pörgeted ezeket a ciklusokat, ezeket visszaszeded belőle, és mozdulatlanság, és potencialitás, és kipihentség lesz az eredmény. Tehát, hogyha nem lenne a tudat túl terhelve, akkor nem felejtenél el dolgokat. Uh-huh. És a felejtés az a tudat öntisztulása és önvédelme a túltöltés ellen. Azért felejtesz, mert tudatküszöb fölött részben, de tudatküszöb alatt leginkább rengeteg mindennel foglalkozol. Ezek a folyamatok nem álltak le. Meditáció idején is csak kis részben, amit látsz belőlük. Mihelyt a formális meditációnak vége, megint megjelennek ezek a dolgok, és tudat alatt nagyon mélyen sose álltak le. Úgyhogy nem nézel te attól ki rosszabbul, hogy ezek így vannak. Tehát ezt így belül érdemes elismerni, hogy ezek a folyamatok működnek sajnos, egyelőre nagy részük fölött nincs uralmad, ezért van felejtés, és ezért van ez a nem vagyok itt, de mégis valahol kéne lennem kezdetű jelenet. Jó? Tehát ehhez az kell, hogy ez a kérdés működjön, ha pedig egy mantrára mondjuk inkább rá tudná hangolódni, akkor meg azzal tudod ezt az egészet kisöpörni. A kisöprés ez nem olyan egy kis lapátka és kuka, hanem beleteszem a nagy visszaforgató ciklusba, és amikor a Szívszútra azt mondja, hogy a forma üresség és az üresség forma, akkor ez nem mesebeszéd, vagy tündérmese. Azt jelenti, hogy a formát azt energiából hoztam létre, és információból, és ezt a formát le tudod bontani energiává és információvá ismételtem. Ez ennyire egyszerű. De ennek a tapasztalata, ennek az útnak a kijárása, na, az nem könnyű. Tehát nem árulunk zsákba macskát. De meg tudod azt tapasztalni, hogy pillanatról pillanatra, amire nincs szükség, azt lebontod, amire szükség van, azt megteremted. Tehát, amire szükséged van, arra emlékszel, amire nincs szükséged, az nincs a memóriádban. Ezt hívjuk intuitív vagy szituatív memóriának. Tehát akkor abban a helyzetben mindenre emlékszel, amire kell, amikor pedig nem, eltűnik. Most pont az ellenkezője van a leírásodban. Amire nem kell, arra emlékszel, és amire kell, arra nem emlékszel. És hogyha a gyakorlatod elér egy bizonyos mélységet, akkor ez vissza fog fordulni helyes irányba. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ugye sokan lehet olvasni, hogy vannak tanítóalmok is, illetve azt, hogy egyénileg tudod csak megfejteni, ami neked szól, hogy ez így van, vagy nincs így, vagy mi az, amire oda kéne figyelni az ilyen álmok kapcsán, mert sokszor olyan dolgok jönnek, ami olyan zavaros, hogy tehát nem tudom megérteni, vagy nem tudom kibogozni belőle, hogy most abból nekem mi az üzenet, vagy a tanítás. És nagyon sokszor zavar az, hogy
halottakkal álmodok, tehát halott hozzátartozókkal, akik nincsenek itt, és azt mondják, hogy ez nem túl jó dolog, viszont nem értem az üzenetet, csak annyi, hogy megjelennek ilyen zavaros szituációkban. Olyan helyzetekben, ami mondjuk, amiben nem voltunk ebbe az életben együtt például. Hogy erre mit tudnám mondani, vagy mit kellene csinálni, hogy kitisztuljon, vagy letisztuljon az, hogy mi ezáltal az üzenet, illetve mi az, ami a, esetleg a tudatalatti, vagy az egónak a cirkusza, az éjszaka. Hát ez most viccesnek fog hangzani, de teljesen komolyan mondom. Nagyon vigyázz, hogy mit vacsorázol. Ez az álmok kémiájáért 60-70%-ban felelős. Tehát az, hogy angyalkákkal álmodsz, vagy ilyen nagy, hatalmas szarvú bivajokkal, akik üldöznek éjszaka, az attól függ, hogy hány tölteléket ettél a káposztából. És ez nagyon fontos, hogy az ember a saját kis kémiájával ne vágja haza a tudatának a finomabb működését. Ha ebbéli érzékenységed van, akkor arra oda kell figyelni. Ez az egyik. Most többféle álomtípus van. Az egyik a tanító, tehát az az álom, ami nagyon egyszerű, nagyon világos, úgy néz ki, mintha valaki a te személyes filmedet gyártotta volna le. Rövid, de rendkívül tartalmas, emlékszel rá, amikor felébredsz. Általában éjszakánként egy, maximum három ilyen van, a legtöbbször csak egy, és ezeket néha hetekig az ember nézegeti újra éber állapotban, és akkor kiderül, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a különböző életterületeihez, vagy a karmájához. Aztán vannak az érzelmileg, gondolatilag generált álmok. És ebbe beletartozhatnak a hozzátartozók is. Tehát azt csak te tudod megkülönböztetni, hogy ezeket a képeket te csinálod, magyarul legyártasz egy mozit, vagy pedig ők szólnak a túloldalról, hogy szevasz. Mind a kettő lehetséges, és egyik sem szükséges. Tehát akármelyik is legyen a helyzet, neked az a dolgod, hogy megkülönböztesd az élőt és az elholtat. Tehát köszönj el tőlük. Ezért szoktunk az ilyen álmok, főleg ha visszatérnek, halotti szertartást csinálni, amikor az összes olyan embernek, vagy lénynek, léleknek a nevét, akit azonosítani tudsz ebből a sorból, szépen fölrakjuk az oltárra, és tanítást adunk nekik. Nagyon sokan nem tudják, nem értik, nem látják át, hogy meghaltak. Csak hogy testen kívül van a lélek, és szeretne még egy picikét úgy visszatérni, meg kommunikálni, meg egyebek, és álmokba be tudnak kopogni. Nem állítom, hogy ez van, azért nem, mert még nem gyakoroltunk együtt eleget, ahhoz, hogy tudjam, hogy amit mondtál, az pontosan honnan jön. Tehát fenn kell tartani a lehetőséget arra, hogy ez a te kreatív álmodó képzeletednek a terméke is, mondván, hogy ez nem von le a tapasztalat értékéből semmit, és végképp nem mond ítéletet rólad, mint személy. Oké? Akár egyikről, akár másikról van szó. De a helyzet az, hogy a gyógyír ugyanaz. Ha ezek visszatérő álmok, hogyha a személyek ott vannak benne, és már nincsenek testben itt a Földön, akkor kell egy olyan szertartás, ami veled is megérteti, hogy meghaltak, abban az esetben, hogyha te ezt legyártottad, illetve velük is megérteti, hogy meghaltak, és legyenek szívesek tovább menni az úton, abban az esetben, hogyha tényleg átkopogtak a túloldalról. Jó? És a másik típusú álom, azért ennyivel még nem úsztuk meg, az az úgynevezett puszta, tisztító álom, amikor kémiailag, gondolatilag, érzelmileg visszakövethetetlen szeméthalmazt éltünk meg álmunkban, iszonyú diffúz, nagyon zavaros, tehát ez a teljes szeméthalom. Na ekkor van az, hogy leöntöd mantrával és meggyújtod az egészet. Tehát az éberség fényében a mantra tüzelőjével ez elég. Azért érdemes, ha ilyen van, elalvás előtt, könnyű vacsora után, a mantrát begyakorolni, mert az álomban akkor be tud kapcsolni, és mint a kis instant égetőmű, el tudja pucolni a tudat felületéről ezeket a rárakódó spontán szennyeződéseket. Ne feledjük el, hogy a tudat öntisztuló mechanizmusa nem csak a feledés, hanem az álmodás is. Tehát amit nem dolgoztál föl meditációban, éber állapotban, azt a tudat kénytelen álomban feldolgozni, és ezért is kell alapból annyit aludnunk,
Mert hogyha ezt nem tennénk meg, akkor két tudati szélsőség lenne, vagy megőrülnénk, vagy meghalnánk. Az alvászavar és az alváshiány tünetei abszolút rámutatnak erre. Jó? Tehát a tudat öntisztulása így az álom, hogy mennyi üzenetértéke van, az ugye relatív. Az, hogy kik vesznek benne részt, az is relatív. De a gyógyír, a felébredett tudat gyakorlása, akár úgy, hogy a test alszik, akár úgy, hogy a test ébren van, az ugyanaz. Tehát a teljesen jelentés és alak nélküli, de mégis történő álmokra a mantra nagyon fontos. Tessék be gyakorolni. A visszatérő és eléggé jól kivehető, de nem profétikus álmokra az a fajta közelítés, amit az előbb a szertartásokkal illusztráltam. És a harmadik pedig a tiszta felfogása azoknak a nagyon intenzív és mély klipeknek, amiket ugye felébredéskor intakt őriz a tudat, és rácsodálkoztat, hogy ez honnan jött, ez gyönyörű, ez hogy ezt muszáj megcsinálni. Vagy az, hogy na, ez olyan szép, és olyat mutatott, hogy ez biztos, hogy így nem. És ez nem rögtön dől el. Tehát ott vagy, és mint hogyha valaki ezt így lenyújtotta volna neked egy fantasztikus birodalomba. És akkor ott vagy, és nézed, hogy ez most mi volt. Vagy éppen micsoda. És nézed, és akkor elkezd értelmet nyerni. Elkezd jelentést kapni. Elkezd csatlakozni a karmádhoz, élni a lelkedben. Na, ezek fantasztikus pillanatok. És ezzel kapcsolatban még annyi, hogy lehetséges, hogy mondjuk álomban bizonyos személyek azért jelennek meg többször, mert még nem bocsájtottunk meg nekik esetleg. Persze. Akkor a te bűntudatod és a vele való befejezetlen karma abszolút bevonzhatja őket, akár úgy, mint kép. Ismétlem, akkor az a te diavetítésed, vagy pedig jött onnan, és tényleg kopogott. Jó? Ami még nincs befejezve. Igen, ezért kell a szertartás, ahol mindent megbocsátunk, mindent elengedünk, mindenkit útra bocsátunk. Jó? De mi van akkor mondjuk, hogyha én azt gondolom, hogy én megbocsájtottam, és én csináltam is ilyen szertartásokat, meg szoktam, tehát elég gyakran megimádkozni, értük, meg nem csak értük az élőké is, hogy én úgy gondolom, hogy én megbocsájtottam, és lehet, hogy mégsem, és azért jelennek meg újra. Bizony, lehet, hogy mégsem. Tehát, hogy lehet, hogy ezt a kis ego mondja csak, hogy igen, én megbocsájtottam, úgy gondolom, és közben meg lehet, hogy mégsem. Ez bizony lehetséges. Ezért nem csak a szertartást kell gyakorolni, hanem valami sokkal egészlegesebbet és annál többet, és a rendszeres szellemi gyakorlat meg fogja lazítani azokat az ego kérgeket, amelyek eddig megakadályozták azt, hogy ezek a szertartások működjenek. Jó, köszönöm. Szívesen. Akkor még az álommal szeretnék én is kérdezni. Igen? Hogy mi van akkor, mikor mondjuk ez az én példám, hogy én nagyon-nagyon keveset álmodom, vagy keveset emlékszem rá. És mindenhol azt hallom, hogy jó az, mikor az ember álmodik, és úgy feldolgozza a problémát. Ami? Nem mondtam, hogy jó vagy rossz, csak ne higgyünk már el mindent. Tehát nem álmodsz annyit, nem. Így van jól. Nem kell annyit pucolni a tudatnak, hamarabb lehúzod a saját égetőművedbe, semmi gond ezzel. Tehát ez így, azt mondták, hogy ha nem álmodom, legalább éjszakánként háromszor, akkor valami nincs rendben, és akkor valami kimaradt. Nem. Tehát az, hogy mennyit töltünk gyors szemmozgásos fázisban, mennyit mély alvásban, milyen gyorsan váltakozik a kettő között a tudat, ez teljesen egyéni tud lenni. És főleg, hogyha az ember ugye valamilyen meditációs formát rendszeresen gyakorol, elképesztően meg tud gyorsulni a tudat öntisztuló mechanizmusa. Tehát olyan elképesztő gyorsasággal megtalálja ezt a gombot, hogy szevasz, kész, kiürítette, nincs rá szükség. És ugyanezzel a folyamattal paralel, hogyha valamit viszont meg kell látni álomban, sokkal gyorsabban meglátja. Igen, mondjuk 6-7 olyan álom van, hogy amit álmodtam akkor, az tényleg nagyon kihatott az életemre, de különben nem. Hát persze, hát
nézd, ha az utadon helyesen mész, akkor nem kell jobbról-balról ilyen beordítozásokat hallgatni, meg ilyen különböző fényjeleket látni, meg egyebeket. De hogyha az ember kicsit inog, és elkezd itt a pályaszélét súrolni, akkor rögtön különböző színű zászlócskák jelennek, hogy hello, út közepe arra, meg elágazásban ne jobbra, nem balra kéne menni. Tehát ilyenkor néha álomból is, meg néha ébrenlétből is az ember kap üzeneteket, csak néha abszolút nem vesszük figyelembe őket, és elmondok egy példaértékű történetet. Szerpentin úton találkozik két nyitott sportkocsi. Az egyiket egy nő vezeti, másikat egy férfi. A nő, ahogy elkanyarodik gyorsan a szerpentinen, és a férfi elmegy mellette, elkiáltja, hogy disznó! Mire a férfi? Te satrafa! Elmennek egymás mellett, és 100 méterrel később a férfi beleütközik egy vaddisznó falkába. Hogy a nő mibe ütközött bele, azt most nem tudjuk. De a lényeg az, hogy így tud különbözni a jel és a zaj. Tehát a férfi zajnak fogott föl valamit, ami jel volt. És nézzek, mi történt. Jó? Az eredeti sokkal erősebb volt, csak nem akartam is borzolni a kedélyeket. Jó? Tehát nézzük meg, hogy mi a jel és mi a zaj, és akkor, hogyha rendesen haladunk az úton, akkor nem kell olyan sok jelzés. Nézzünk azzal szembe, hogy ezek a dolgok többször képlékenyek, semmint szilárdak vagy egyértelműek. És fel kell készülni arra, amikor iszonyatos nagy káosz és kavalkád van, és akkor legyél te jó ember, és akkor találd meg az utadat, és akkor gyakorolj valamit. Akkor nem lehet elkezdeni, békeidőben föl kell rá készülni. És akkor megy. Azt akarom megkérdezni, hogy az ilyen, mindig minősítünk, és minket is minősítenek. És ezen én hogy tudom túltenni magam, hogy én ne legyek állandóan minősítve, és én is hiába gondolok én másról szépet, jót, vagy úgy is viszonyulok hozzá, de az az embertől nem fogom azt visszakapni, vagyis nem is azt, hogy elvárom, mert nem várja el az ember, nem azért cselekszik jót, mert mástól vissza akarja kapni, hanem azt, hogy minősítünk, és a minősítés alapján, vagy az ilyenség alapján ítélünk meg embereket. Aggodalom és sérelem, ezek számodra hogy függenek össze? Hát biztos, hogy összefüggenek. Ennél sokkal több van benned. Aggodalom és sérelem. Nézd be a lelkedbe. Ezek mit mozdítanak meg? Aggódok, persze aggódok. Nagyon sokat. És amikor ez nem működik, akkor sérülsz. Ha ezt a kettőt abba hagyod, akkor nagyon-nagyon tisztán látod azt, hogy milyen túllépni mások véleményé, mert a sajátodon túlléptél. Akkor senkinek az ítélete sem fog rajtad, mert a sajátjaid is megszűntek. Jó? Nem mondtam, hogy könnyű, csak azt, hogy lehetséges. Jó? Oké. Okay. Szeretném megköszönni Juditnak, Hédinek azt a komoly szervező munkát, amivel ezek az előadások itt Zentán létrejöhetnek, és mindenkinek a rendkívül érzékeny és intelligens jelenlétet ezen az előadáson. Szeretném, hogyha minél többet gyakorolhatnánk együtt, legyen akár dharma beszéd, akár meditáció, akár itt, akár a Pilisi templomunkban, és szívből kívánom azt, hogy együtt haladhassunk az úton, amely elvezet a megvilágosodásig, és ahhoz, hogy tisztán a maga ilyenségében lássuk a világot és embertársainkat, és ezzel megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!